Szeretettel köszöntöm a Civil Mozaik nézőit. Mai adásunk vendége a Völgyváros Egyesület, akik közelmúltban egy rangos díjat vehettek át. Mi volt ez a díj? Ki írta ki a pályázatot, és hol vehettétek át? Ez a civil díj, amit a NIAK alapítványnak a díja. A legígéretesebb új szervezetek kategóriában lettünk az elsők, és nemrég volt a díjátadó Pesten, az Arany 10 kulturális központban. Lehet azt tudni, hogy hány vetétárs volt ebben a kategóriában? Alapvetően nekünk azt mondták, hogy többkörös volt a jelentkezés. Ugye kellett egy pályázatot írni, meg megjelölni azt, hogy melyik kategóriában szeretnénk indulni. És akkor először volt ugye körülbelül Sasper KB kategóriánként egy 100-as kör, akik országosan regisztráltak erre a díjra, meg erre a kategóriára. És akkor abból először leszűkítették négyre, őket, velük együtt minket is ugye meghívtak erre a díjátadóra, és akkor ott derült ki az, hogy mi kaptuk meg ezt a díjat. Nem is tudtátok előre? Nem, ez mint egy rendes nagy díjátadó, akár egy filmes díjátadó, nagyon szépen meg volt rendezve, egy díszteremben fogadtak minket, és akkor kis műsorral fogadtak, majd utána kategóriánként jött a borítéknyitás, nem volt, de a projektoron mindenki várta az eredményt, szépen felkonferálták a díjazottakat, mindenkiről ejtettek pár szót, mind a négy szervezetről, addig mi a színpadon álltunk, és akkor kimondták azt, hogy mi kaptuk meg ezt a legígéretesebb új szervezet díjat. És idén úgy döntöttünk, hogy egy olyan kezdeményezést díjazunk, ahol óriási lendületet és lehetőséget látunk abban, amit csináltok, ez pedig a Völgyváros. Gratulálunk nektek, sok szeretettel, vegyétek kérlek át az elismerést. Köszönjük szépen, mielőtt pár gondolatot mondanék, Dél Leonorát szeretném felkérni a színpadra, mert ő utolsóként nem csatlakozott hozzánk, de úgy gondolom, hogy neki is itt van, úgyhogy légy szíves, Nóri, gyere fel. Idefele jövetettől a szituációtól izgultam a legjobban, de ez a poénos, laza fogadtatás kicsit oldott rajtam, úgyhogy pár A4-es gondolatot át szeretnék most mindenkinek adni, de viccet félretéve. Az elmúlt másfél évben nagyon sok helyi visszajelzést kaptunk a követőinktől, a városlakóktól, és úgy gondolom, hogy most már országosan is kaptunk egy ilyen pozitív visszajelzést. Én csak azt tudom ígérni a csapat nevében, hogyha ezt a lehetőséget, ezt a bizalmat a fiatalok megkapják, akkor mi folytatjuk ezt a munkát. Ha meg nem kapják meg ezt a lehetőséget, akkor is folytatják. Lehet, hogy több akadállyal, lehet, hogy több nehéz ponttal, de folytatják, mert ismerem őket. Úgyhogy én szeretném megköszönni azt, hogy ezt a díjat átvehettük, és így folytatjuk a munkákat. Szeretjük Salgótarjánt, szeretjük a Völgyvárost, ez vagyunk mi, egy csapat, egy közösség, egy platform, akik így gondolkoznak. Köszönjük szépen! Bravo! Ugye a legígéretesebb új szervezet, ez azt jelenti, hogy nem régóta működtök. Mit lehet tudni az egyesületetekről? Hát most már másfél éve tevékenykedünk. Ez egy helyi fiatalokból álló csoport. Próbálunk tenni Salgótarján problémáért. És egyre többen vagyunk, egyre több mindent csinálunk. Most már programokat szervezünk, eseményeket. Maga az egyesület az nemrég jött létre, mert ugye a jogi formához kellett szerveződni, de ugye az a másfél éves előtevékenysége már megvolt, és egyébként nem is nagyon szoktuk így nevezni magunkat, hogy egyesület, inkább csak ezt a, ami volt eredetileg ez a Völgyváros, azt használjuk, mert tényleg nem az egyesület határozza meg a mi létezési formánkat, ez csak a jogi procedúrák miatt kellett, hiszen így sokkal egyszerűbb az engedélyeztetési folyamat, hogyha egy jogi szervezethez kötjük, mint egy magánszemélyhez. Mik voltak azok a tevékenységek, amiket bemutattatok a pályaműbe, amiben szerettétek volna hangsúlyozni az egyediségét a szervezetnek? Szerintem főként a költözővágyból. Ez egy platform, amit létrehoztunk. Ezen keresztül segítünk az ideköltözőknek bemutatni a várost, a lehetőségeket, és bármi problémájuk van az ideköltözésükkor, akkor is bármiben tudunk nekik segíteni. Aztán belül készítünk egy ilyen blogot gyakorlatilag, hogy milyen érzés ideköltözni,
Mi a véleményük a városról? Hogy érik ezt meg? Igen, alapvetően rossz a helyi felvetés szerintem, mert mindenki abba kapaszkodik, hogy a fiatalokat itt kell tartani, meg egy kicsit máshogy gondoljuk, hogy a fiatalokat el kell engedni egyetemre, el kell engedni, hogy világot lássanak, és a 25-35 közötti korosztályt kell megfogni, hogy mi az az indok, érdek, ami miatt visszaköltözzenek úgy, hogy van már tudásuk, van világnézetük. Egyik riportanyunk mondta egyszer, hogy a világlátott ember tud bárhol jól meglenni, és ez tényleg így van, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok, főleg itt a vírushelyzetnek köszönhetően nagyon sokan választották újra a szülővárosukat, meg vannak olyanok is, akiknek semmi közük nincs Salgótarjánhoz, de mégis ide költöznek, mert a nagyvárosi környezet, az agglomerációs környezet már annyira elnyomja az embereket, és olyan tömeg van, hogy igazából lehet, hogy valamilyen szinten az életszínvonal másabb, de hogy nem jobb, az arra nagyon sok példát lehetne sorolni. És igen, ahogy Attila mondta, próbáljuk ezeket az embereket felkeresni, segíteni nekik is után követni. Általában ezek az emberek távmunkával foglalkoznak, ezért mondjuk Budapesten dolgoznak, normális fizetésért, normális bérért, és mondjuk Salgótarjánban élnek, és itt költik a pénzüket, mert jó itt élni Salgótarjánban, ezt hangoztatjuk folyamatosan. Ugyanis egyébként ezt a távmunka lehetőséget nem sokan ismerik, hogy most próbáljuk így városi szinten is ezt elterjeszteni, hogy van ilyen lehetőség, és távmunkában is lehet dolgozni, bárhonnan. Nálunk is a csapatban többen távmunkáznak, például én is ugye a rádióhoz több napon távmunkázok, a maradék napokon fent vagyok a szerkesztőségben, de nem lehetetlen a mai világban az, hogy távolról az ember tudjon dolgozni egy másik városba, vagy egy másik földrészre. A vetétársak milyen jellegű tevékenységet folytattak? Elég széles volt a paletta. Úgy összességében, akiket láttunk a rendezvényen, mint civil szervezetek, nem feltétlenül egy városi közösséget szólítottak meg, hanem inkább valamilyen réteget, hátrányos helyzetben élőket, állatvédelem, akkor voltak olyanok, akik fogyatékossággal élőket segítettek, tehát olyan tekintetben egy kicsit furcsa volt a mi helyzetünk, és ezt mindenhol tapasztaljuk. Legutóbb Egerben voltunk egy képzésen, ott is tapasztaltuk azt, hogy a mi tevékenységünk valahogy egy kicsit kilóg a sorból, mert annyira széles spektrumot fed le itt helyben. Elég rendkívüli egyébként, amit megteremtettetek, én is azt gondolom. Ezt egyébként megtalálható, mondjuk egy hétköznapi ember is megtalálja ezt a Költözővölgyben projekteteket? Igen, bárki. A honlapunkon is fent van. Van egy aloldal, ahol részletesen le van írva, hogy ez hogy van, hogy működik, és ott oda is fel vannak töltve ezeknek az embereknek a információi, és egyéb bejelentkezései, videói. Milyen a látogatottsága az oldalnak, azt figyelembe kísérjük? Ezeket folyamatosan monitorozzuk, és gyűjtjük ki a statisztikákat. Tehát alapvetően az összes közösségi média felületen jelen vagyunk, mind a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon. A számok azt mutatják, hogy 28 napra tekintve lehet nézni főleg statisztikákat, és az elmúlt időszakban 4 hónapon keresztül folyamatosan 50 ezer fő fölött volt ez a szám. Most az utóbbi időben volt egy kis leesése, de úgy a másfél év alatt már több mint másfél millióan megnézték legalább egyszer az oldalunkat, és ez innen ugye főleg a Facebookról mennek az emberek a különböző platformokra és a honlapra, ahol össze van foglalva minden, akár a Költözővölgyben, akár a hashtag megvitatjuk élő beszélgetés műsor, és minden más olyan projekt, ami kisebb online vagy offline tevékenység. Bár még csak nemrég kaptátok a díjat, de érezhető esetleg, hogy nagyobb figyelem fordult a tevékenységetekre? Hát érdekes ez a szituáció. Szerintem nagyon sokan gratuláltak, és nagyon sokan büszkék is ránk, és löket volt arra, hogy mi ezt folytassuk, is csináljuk. Azt nem mondom, hogy mindenki gratulált, és mindenki elismeri a munkánkat. Tehát azt kezdjük észrevenni, és ez egy nagyon szomorú állapot, és tény, hogy vannak az embernek ilyenkor irigyei is. De abszolút, pont utána mentünk ugye Egerbe egy civil képzésre 3 napra, ilyen szervezeti képzésre, és ott is nagy figyelmet fordítottak erre a dologra, és nagyon is érdekelte ott a többi civil szervezetet az, hogy mi hogyan működünk. Ott inkább voltak hasonlóak, mint mi, mert voltak, akik falvaknak a közösségeit építik,
és elmondták, hogy annak is vannak előnyei, hátrányai, hogyha csak 380 embernek kell közösséget építeni, és nem 30 ezernek. De abszolút úgy érezzük, hogy ez egy ilyen mérföldkő az életünkben, hogy megkaptuk ezt a díjat, hiszen ez most jelenleg a legnagyobb díj, amit ez a szervezet kaphat. Tehát most más díjra nem nagyon tudtuk volna magunkat jelölni. Országosan most ez a mi kis oszkárunk. Hát amiben azt gondolom, hogy egyedülálló a szervezet, az az innováció, az mindenképpen mellettetek szól, meg ugye ami rendkívüli, az a fiatal korosztálynak a megszólítása. Hogy ezt ebben hol látjátok a sikerzálogát? Mondod? Mondja. Egyébként a csapatunkban is az átlag életkor ilyen 21 év körül van, tehát nem fiatalok. Köszi. Oké. Hol látjuk, Mence? Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Érdekes ez a dolog. Nagyon, főleg az utóbbi időben nyitottunk kicsit ki, mert eleinte nagyon ilyen belső körös volt ez az egész, mert mi se tudtuk, hogy mit akarunk és mit csinálunk, és folyamatosan kerestük, és az utóbbi időben nyitottuk kicsit ki az ajtajainkat, hogy jobban betekintést nyerjen más a mi tevékenységünkbe, akár a közösségi szolgálattal, vagy akár azzal, hogy új tagok is csatlakoztak. Valahogy azt érzem, hogy úgy tudjuk a kortársainkat megszólítani, hogyha lehetőséget adunk nekik. Tehát a legfontosabb szerintem a bizalom, és a nem azt mondom, hogy szabálytalanság, mert nyilván vannak keretek meg szabályok, de hogyha megvan ez a bizalom, meg a lehetőség megteremtése, akkor onnantól magától megy a dolog. Ugye most van egy kis stúdiónk a Pécski utcában, egy lakóházban, az 13 négyzetméter, és akkor ott például, mivel voltak olyan napok, amikor üres volt, és senki nem dolgozott ott, hogy felkínáltuk annak a lehetőségét, hogyha valakinek van iskolai tevékenysége, csoportmunka, akkor nem muszáj az iskolába csinálni, van kulcsuk a tagoknak, menjenek oda, és akkor végezzék ott a munkát. És ezzel például elindítottunk egy olyan folyamatot, ahogy egyre több diák véletlen módon bekerül, hogy már nem csak a csapatmunka folyamán voltak ott, hanem volt, hogy péntek este 11-kor is, mert most hova menjen péntek este 11-kor, az összes közösségi tér akkor már zárva van, mi pedig megteremtettük azt a lehetőséget, hogy jöhetett oda, és akkor volt, hogy számítógépet szereltek, volt, hogy kreatívoskodtak, tehát meg volt ez a lehetőség, hogy ott alkothat, vagy csinálja azt, amit szeret. És az is fontos, hogy azt csinálja, amit szeret, tehát nem erőltetünk senkire semmit. Nyilván vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, és mondjuk senkinek se a szívügye, mert mindenhol vannak olyanok, akár papírmunkák, akár egyéb ilyen melléktevékenységek. De szerintem ez nagyon fontos, hogy a kölcsönös bizalom megvan. Ha egy példát mondhatok, egy mágneszárat szereltünk fel a stúdió ajtóra, és ott is volt egy ilyen kis elővita, hogy kell, nem kell, csináljuk, ne csináljuk, de hát nyilván az ember beadja a derekát, vagy bízik ebben a sztoriban, és igazából bármi lehetett volna a vége, tehát ott elkezdtek a 16 évesek flexelni egy vasajtót, lehet, hogy oda valaki kell, aki majd visszaheggeszti, de megvolt az, hogy jó, csináld, baj nem lesz belőle, vagy ha lesz, akkor majd megoldjuk. Persze nyilván ott van a gyomorgörcs, hogy ne legyen probléma, és ne vágja le az ujjait, de mégis ott van az, hogy csinálja, és lehet, hogy 4 óra szenvedés volt, de megcsinálta, és onnantól kezdve meg sajátjának érzi. És ez meg már a következménye annak, hogyha bízik a másikban az ember. Hasonló volt a Karancs Fiesta is, hogy ott is, amikor azt csináltuk még Virágos Erzsiékkel, a Demolab projekttel, hogy ott is bíztak akkor még 13 évesekbe, hogy az áramhoz nyúljanak, pedig az egy veszélyes dolog. De senki nem mondta azt, hogy nem, hanem megmutatták, hogy kell, ők megcsinálták, jött egy villanyszerelő bácsi leellenőrizte, és azt mondta, hogy jól csinálták meg a 13 évesek a villamos áramnak a bekötését. És szerintem ezek az apró kis sikerek azok, amik így a fiatalokat bevonzák, mert ha meg se tudják mutatni, hogy mit tudnak, csak azt mondjuk rá, hogy ó, fiatalok otthon ülnek, telefonoznak, meg semmit nem csinálnak, akkor oda már nem fog menni, vagy azzal az emberrel már nem fog együtt dolgozni, aki alapvetően így gondolkozik róluk. És mivel fiatalok vagyunk, mi valahogy nem így gondolkozunk erről. Igen, és amúgy az is fontos volt, hogy amikor valaki valamit elrontott, akkor nem az volt, hogy hú, mit csináltál, de akkor próbáljuk megcsinálni, és nem baj, akkor tanuljunk belőle, akkor legközelebb nem mentjük ezt el. Tehát ebből is tanulgatunk mindig. Igen, tegnapi nap folyamán véletlenül voltunk egy helyen, és a riasztó többször is beriasztott, nem volt már távközlésre kapcsolva. Alapvetően ott is az ember először végig gondolja, hogy úristen, most ebből mi lesz,
de végül 6 beriasztás után megoldottuk azt, hogy többet ne szólaljon meg. Nyilván nem bankot raboltunk meg, nem betörtünk valahova, hanem jogosan tartózkodtunk azon a területen, de ez is egy olyan, hogy na akkor most ebből mi lesz, baj lesz, nem, oldjuk meg, és hát megoldották, tehát megcsinálták úgy, hogy mivel senki sem tudta a kódot, a tulajdonosok közül sem, ezért meg kellett oldani, hogy ne ébressze fel hajnalba a belvárost. Hogyan tovább? Mik a további tervek? Van-e valami publikus projekt, amiről szeretnétek esetleg beszámolni? Hát rengeteg terveink vannak egyébként, nagyon sok. Most pont volt egy megbeszélés, ahol összeszedtük ezeket a terveket, és amikor megláttuk azt a táblázatot, hogy mennyi van, akkor egy kicsit mindenkinek felkerekedett a szemmel. Mi az, amit kiemelnénk közülük? Nyilván folytatjuk ezeket a webkamerás dolgokat, az online projekteket, a beszélgetéseket, az emberek bemutatását. Nem, ezek mellett szeretnénk most már offline is, így a vírus idő elteltével kicsit nyitni az emberek felé, akár festegetéssel, akár ilyen közösségi megmozdulásokkal. Van most egy nagy projektünk, ami még nem publikus, de csak annyit tudok mondani, hogy érdemes figyelni a következő időszakban a Völgyváros mindenféle platformját, hiszen úgy gondolom, hogy olyan lépést teszünk meg jelenleg is, ami egy oltári nagy vállalás és felelősség, és megmondom őszintén, kicsit nyomaszt is, mert ez nem olyan, hogy az ember egyszerűen kilép majd belőle. Nyilván nem akar kilépni, csak mégis ott van az a nyomás. Úgyhogy kövessék a kedves nézők, hallgatók a felületeinket, mert hamarosan egy nagy információt fogunk közzétenni, de még most ezt nem árulhatom el. Én szeretnék gratulálni a díjhoz, és további sok sikert kívánni nektek. Köszönjük szépen.